Hát, sok szeretettel köszöntelek itt benneteket a mai cosplay versenyen. Aki nem tudná, hogy ez micsoda, itt jelmezekről beszélünk. Itt a versenyzőink saját maguk készítették el a jelmezeiket különböző videójátékokból, rajzfilmekből, képregényekből, és hát már előzsűriztük ezeket a jelmezeket, és eljött az ideje annak, hogy ők bemutassák ezt itt nektek, illetve a zsűrinek is a színpadon. Mielőtt belemennénk, szeretném bemutatni a zsűri tagjainkat, akik zsűrizik ezt a versenyt. Gyertek fel, kérlek. Elsőre Vörös Zoltán Zakari, aki tapsot kérek szépen neki. Ő az első zsűri tagunk. Ő igazándiból egy designer és iparművész. Annak idején ő is jelmezekkel kezdett, nagyon sok versenyen részt vett, majd a steampunkban találta meg a maga világát, és azóta is ismerhettek, hogy ékszereket, ruházati kiegészítőket, különböző, még laptopot is készített steampunk stílusban, tehát egy igazi művészember. A következő zsűritagunk, Fazekas Gina, Captain Harley Hartzi, körtapsot kérek szépen neki. Ugye most először fordul az elő, hogy nem csak a ruháját zsűrizik a versenyzőknek, hanem a színpadi fellépését is, tehát hogy hogyan lépnek fel a színpadon, hogyan mozognak, mennyire hozzák a karaktert, és hát Gina nagyon-nagyon járatos a színpadi fellépésekben, aki már látta őt színpadon, az tudja, hogy miről beszélünk, tehát ő tényleg nagyon ott van ebben a témában, úgyhogy ő főleg ezért van velünk, de mi sok-sok cosplay versenyen megtalálhatjátok őt is. Következő zsűritagunk Badacsonyi Nóra Aoime. Nagy tapsot kérnék szépen neki is. Ő is rengeteg cosplay versenyen részt vett már, nagyon-nagyon sok csodaszép jelmezt készített, és amit még tudni lehet róla, hogy volt már kint kétszer is képviselte hazánkat az Euro Cosplay versenyen. Ez egy európai szintű nemzetközi verseny, ahova különböző országokból lehet bejutni egy-egy fő, és ezen harmadik helyezést ért el. Úgyhogy még egy nagy tapsot kérek szépen neki. És a cosplay verseny negyedik zsűri tagja én vagyok, Mező Judit Jurikó, velem gyakran találkozhattatok már. Régen cosplay versenyeken, ma már inkább szervezőként és konferálóként találkozhatunk, és fogunk is még sokáig találkozni remélhetőleg. Köszönöm szépen nektek, foglaljátok el a helyeteket ott lent. Előre is köszönjük szépen a zsűri munkáját,